A Máté Szalkai születésű Csók István és Egri József díjas festőművész Csizmadia Zoltán időszaki kiállítása nyílt meg a Józsa András Múzeumban. A művész 1933-ban született. Tanulmányait a nyíregyházi Besenyei György névfőiskolán kezdte. 1958-ban kapott diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskola festőszakán. Népi nemzeti világhoz való kötődése alkotásaiban is megjelenik. Témái a magyar vidéki élethez és a magyar történelemhez kapcsolódnak. Ennek fontosságát próbálja bemutatni a fiatalok számára. Igyekszik átörökíteni a jövő generációk számára. Ezt érzi kötelességének, sokkal inkább, mint bármiféle újító mozgalomhoz való csatlakozást, hagyományt őrizni és hagyományt teremteni. Másrésztről pedig egészen kivételes erejű része az ő életművének az 1956-os élményeket, az 56 utáni megtorlást feldolgozó része a munkásságának, a munkáinak, amelyek zömmel több évtizedes hallgatás magában hordott csend és visszatartott indulatok kilövellése a képekben. Csizmadia Zoltán nem csak tanúja, hanem aktív részese is volt az 1956-os forradalom eseményeinek. Akkori tragikus élményeiről hosszú éveken át nem beszélhetett. Először 1989-ben mesélte el, hogy 4 főiskolai hallgatótársát és 4 fiatal katonát hogyan végeztek ki az oroszok egy pincében. A magyar nemzet szenvedés történetét Krisztus szenvedés történetéhez hasonlítja műveiben. Ez a téma azonban csak 1990 után jelent meg Csizmadia Zoltán munkásságában. Ezek a festmények egy része művésztelepen készült, Mártéjon, Csopakon, és hát Pesten is, de a témáját tekintve tájképek, tehát a tanyapusztulásot Mártéjon, éppen én voltam az utolsó, aki ezt előttem zajlott le, és megörökítettem, és később pedig hát az 56-os forradalom is. Az új időszaki tárlat a Józsa András Múzeum első emeletén látogatható.